Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Nyitrai Zsolt a Magyar Parlament vacsoraiban a Fidesz frakcióban ül miniszteri főtanácsadóként. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Pirkadat kedves nézőit! Üdvözlöm a kedves nézőket! Breuer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora, és akkor gyorsan elmondom a Nemzeti Bank közleményét. Az euró 406, az amerikai dollár 391, az angol font 469, a várható időjárás 0 és 6 Celsius fok között várható. Figyeljenek oda a folyadékháztartásokra, most nyissák ki az ablakot és szellőztessenek, utána jól csukják be, hogy azért kellőképpen meleg legyen, foglaljanak helyet a fotelba, készítsék ki a étel pótlóikat és a tablettáikat, és vegyék be, és hallgassák beszélgetésünket a miniszterelnöki főtanácsadóval, hisz nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélni. Nyitrai úr, és akkor kezdjük már is azzal, hogy mi történik kis hazánkban. Nemzeti konzultáció van. Meddig tart még a konzultáció? Mit szeretnénk elérni a konzultációval? És az idáig beérkezett lapokból milyen eredményeket tudunk? Magyarország kormánya a közéleti munkáját a Párbeszédre alapozza. Fontos döntések előtt vagy komoly szituációkban mindig megkérdezi a polgároknak a véleményét. Ez már a 15. nemzeti konzultáció egyébként hazánkban. Már majdnem Svájc vagyunk. Most a brüsszeli szankciókról kérdezzünk meg a választópolgárokat. Egyébként Európában elsőként és egyedüliként, mert a megítélésünk szerint ezek a brüsszeli szankciók hozták el a magas inflációt és az elszálló energiaárakat, mert az Európai Unió azt ígérte, hogy ha ezek a szankciók lesznek, akkor Oroszország térdre rúg, és véget ér hamarosan a háború, de egyik sem következett be. Más következmények azonban lettek. December 9-ig lehet kitölteni ezt a konzultációt papír alapon és az interneten egyaránt, és eddig közel 700 ezer honfitársunk mondta el a véleményét. Tartalmi eredményeket még nem tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy az összegzéskor, de a sokaság, tehát hogy mennyien küldték vissza az ez, közel 700 ezer, most és december 9-ig még ezt lehet egyébként folytatni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindegyik társadalmi csoport el tudja mondani a véleményét, ezért a konzultációt újra akadálymentessé tettük, a vakok és gyengénlátók, valamint a siketek és nagyothallók részére, az ő kérésükre és az ő általuk javasolt szakmai megoldásra. Ha már számokról beszélünk, és tulajdonképpen hát a konzultáció azért az pénzről is szól, mert ha a konzultáció mellett döntünk, akkor bizony békésen kell, hogy éljünk, de a békéhez pénz is kell. Akkor rájövünk arra, hogy hazánkban vannak bizonyos politikai rétegek, akiknek most nick nevük van, és baloldali dollárosoknak hívják őket, guruló baloldali dollárok. Ugye ez egy, kik ők? Ez egy nagyon érdekes, úgyis szerintem egy súlyos politikai és jogi, vagy hogy tetszik, büntetőjogi kérdés. Ugye Magyarországon tiltott pánfinanszírozás az, hogyha valaki külföldről fogadnak el támogatást egy választási kampány idején, és mint Márki-Zay Péter nyilatkozatából, valamint a Nemzetbiztonsági Bizottság immár nyilvánosságra hozott részjelentéséből kiderült, választási kampány időszakában a baloldal Amerikából jelentős mennyiségű, mint egy 3 milliárd forintnyi összeget kitevő tiltott támogatást fogadott el. Persze először erre nem emlékeztek, aztán tagadták, össze-vissza beszéltek, azt mondták, hogy mikroadományokat kaptak, és úgy jött ki ez az összeg, de hát ugye látható a különböző dokumentumokból, hogy ez nem így van. Ezt az ügyet biztos, hogy tisztázni kell, és ennek a végére kell járni. Ugye azért aggályos ez rendkívüli módon, mert hogyha egy ekkora összeget kapnak külföldről, akkor valószínű, hogy külföldről mondják meg nekik azt is, hogy mit képviselnek, vagy mit tegyenek ezért cserébe. Nem is olyan rég kerülhetett sor talán egy hasonlóra, amikor is múlt héten az Európai Parlamentben a magyarországi baloldal, ha úgy tetszik, dollár baloldal
képviselői részt vettek Magyarország megbüntetésében, és megszavazták azt, hogy minket büntessenek meg az EU-s források tekintetében. Lehet, hogy ezt is a guruló dollárok sugallatára vagy javaslatára tették. Engedje meg, hogy nem értsem. A guruló dollár baloldal tulajdonosai hogy ítélhették meg hazánkat? Hát ők nem magyar állampolgárok, nem a saját választóikat büntették meg? Többen felszólítottuk, vagy inkább finomabban kértük őket arra, hogy amikor ez az EU-s tárgyalássorozat van, akkor nyilvánvalóan a magyar nemzeti érdek mellett álljanak ki, mert az, hogy Magyarország, a magyarok megkapjuk a nekünk járó forrásokat, az nem pártpolitikai ügy, az egy nemzeti, az egy össznemzeti kérdés, össznemzeti ügy. Aztán utána lehet szakmai vitákat folytatni arról, hogy ezt vagy azt mire érdemes fordítani, de hogy megkapjuk, az egy össznemzeti érdek, és hát ezt kértük tőlük, hogy támogassák, ha maguktól nem tudnák, mert hogyha megkapjuk azt a pénzt, ami nekünk jár, akkor ebből például meg tudjuk valósítani minden idők legnagyobb pedagógus béremelését. Múlt héten mégis a baloldal képviselői, Momentum és a DK Európai Parlamentből képviselői Brüsszel oldalára álltak a magyar nemzettel szemben, és megszavazták az ország megbüntetését. Én bízom azért abban, hogy ennek ellenére, mivel az Európai Parlamentnek ebben a kérdésben talán kevesebb hatásköre van, az Európai Bizottsággal meg tudunk állapodni, hiszen Magyarország több mint 1000 éve itt van Európa szívében, és gyakorlatilag minden EU-s kötelezettségünknek eleget tettünk, 17 pontos vállalásban állapodtunk meg, annak a végrehajtását megkezdtük, az országgyűlés ezzel kapcsolatos döntéseket meghozta, az Európai Bizottsággal semmilyen nyitott szakmai vagy vitás kérdésünk nem marad. Ha pénzünket visszatartják, annak pusztán politikai oka van. A mai Népszava azzal a címlappal jelenik meg, hogy szigorú szuper feltételekkel, de várható a pénz megkapása. Úgy tűnik, hogy a Népszava már többet tud ebben a kérdésben, mint egyes kormányzati politikusok. Én ugyanazt tudom mondani, vagy megerősíteni, amit ezelőbb is hangsúlyoztam. Az Európai Bizottsággal egy konstruktív tárgyalást folytattunk, 17 pontos vállalásunkat teljesítettük, ezért szakmailag minden akadály el kellett, hogy háruljon azelől, hogy a megállapodást meg tudjuk kötni a bizottsággal. Én úgy érzem, hogy én kellőképpen ismerem a képviselő urat és a pártját, főleg a miniszterelnök urat. Az ő fejében biztos már van egy B-terv. Elképzelhető, hiszen nyilván egy közéleti szereplőnek, egy államférfinak, egy stratégának mindig több tervet le kell fektetni a térképasztalra, és ez szerint meghozni a döntéseket. De én úgy látom, hogy minden abba az irányba megy, és a lépéseinket úgy alakítjuk, hogy az A-terv lépjen életbe, nevezetesen meg tudjunk állapodni az Európai Bizottsággal, miután egyébként tényleg teljesítettünk minden kérést, és Magyarország megkaphassa azokat a forrásokat, amely a magyar nemzetnek, a magyaroknak jár. Használjuk ki, hogy itt van ön millió civil szervezetért felelős. Kezdem a horgászoktól, a fogyatékosig, és sorolhatnám. Milyen helyzetben vannak ők akkor, hogyha az A-terv nem valósul meg? Még egyszer mondom, én bízom az A-tervnek a létrejöttében, ennek hamarosan egyébként ki kell derülnie. Azt gondolom, hogy ebben az évben, ebben az esztendőben mindenképp. A civil szervezetekkel egy folyamatos együttműködésben és párbeszédben vagyunk. Segítjük egymást, de nyilván hagyjuk egymást élni és hagyjuk egymást dolgozni. Én hiszek abban, hogy a civil szervezetek és a kormányzat, a civil szervezetek és a különböző vállalatok között lehet egy normális, korrekt, eredményes és gyümölcsöző együttműködés. Ugye messziről indultunk, mert itt azért volt egy olyan 40 év, amikor a civil szervezeti szektor vagy élet az félig meddig tiltott is volt, de jelentős mértékben háttérbe szorult. Kicsit mindenkinek újra kellett ezt tanulni a rendszerváltoztatás óta Magyarországon. Szerintem jó úton indultunk el, és nagyon szép eredményeket tudnak felmutatni a magyarországi civilek. Ön többek között ezeket a civil szervezeket anyagilag is támogatja különböző pályázatokkal. Amennyiben megjönnek a pénzek, újabb lehetőségek lesznek ezeknek a szervezeteknek a támogatására? Civil szervezetek támogatására most is vannak létező állami alapok. Én biztos vagyok benne, hogy az a kormányzati törekvés, hogy a civil szervezeteknek a körülményei, beleértve természetesen anyagi helyzetüket is, azok, hogyha a lehetőségünk engedi, folyamatosan javuljanak. Napjainkban nagyon sokat beszélünk az iskolákról és a diákokról. Ön nagyon sok diáknak tart előadást. Mi az útvonala?
Hát több, nagyon sok fiatallal találkozunk, ez így van. Én fontosnak tartom azt, hogy a közéleti szereplők találkozzanak fiatalokkal, vagy inkább fordítva a fiatalok tudjanak találkozni közéleti szereplőkkel, mert így ilyen módon fel tudják tenni gyakorlatias kérdésüket arról, hogy hogyan is működik az országgyűlés, hogyan működik a kormányzat. És hát egyébként nagyon szókimondó módon meg is szokták fogalmazni ötleteiket, javaslataikat, vagy építő jellegű kritikáikat, amit természetesen örömmel fogadunk. Napjainkban nem csak konzultáció miatt, de fideszes vezetők országjáráson vannak. Ön merre járt? Én ma megyek pont Sárvárra majd, a holnapi napon pedig Borsod megyében találkozom a választópolgárokkal, és ezt az egész mostani szituációt beszéljük ki, hogy említettem a kormányzat a munkát a párbeszédre alapozza, azért hívjuk össze az embereket, hogy áttekintsük a mostani helyzetet, inflációt, energiaárak elszállását, mi okozta ez pontosan, mi a háborús helyzet, mik a brüsszeli szankciók, és egyáltalán mik a várakozások mondjuk a magyarországi EU-s forrásokkal kapcsolatban. Szerintem ez egy élő demokrácia ilyen módon, hogy végigjárjuk az országot, és folyamatosan tudnak találkozni a kormánypárti képviselőkkel a választópolgárok. Képviselő, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, hogy korán fölkelt, és hogy minket is besülyeztett a sok konzultáció közé. Jó utat, szerencsésen vezessenek, és visszavárjuk. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Nyitrai Zsolt doktort, a miniszterelnök főtanácsadóját, országgyűlési képviselőt látták és hallottak, és már is engedjük Bokros dolgaira, de mielőbb visszavárjuk előzetesek, és jövünk vissza. Következő vendégünk Hidas Judit, egy kis kultúrára is szükség van egy reggeli politikai magazinban. Na, ne ijedjen meg, nem koncertet hallgatunk, hanem megnézzük, hogy milyen hatása van az irodalomnak a beszélt nyelve és általában az IQ-nkra. Tartsanak velünk! We'll be right back.